A honvédelem egy nagyon fontos dolog, és egyszer már voltak itt önök egy toborzáson. Most egy újabb lépcsőfok van gyakorlatilag, egy új kezdeményezés. Egész pontosan mi ez? A Magyar Honvédség egy teljesen új önkéntes tartalékos szolgálati formát indított el. Azért vagyok én most itt, hogy ezt megmutassam belment be lakosságának. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó ajánlat, egy önkéntes területvédelmi tartalékos rendszer. Nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy itt alapjába véve teületi dologról van szó. Tehát a jelentkezőknek nem kell elmenni sehova, csak a járásban kell szolgáltat teljesíteniük, illetve itt van a kiképzés is. A jelentkezésnek a menete nagyon-nagyon fontos, ez is nagyon jól le van egyszerűsítve. Házioshoz kell elmenni, majd egy pszichológiai vizsgálatot kell végrehajtani, ami tíz fő fölött lejön ide, de akkor is a Baranya megyét, azt nem kell elhagyni tulajdonképpen a jelentkezőnek. Az, ahogy jelentkezik, ő a saját járásába, mint már említettem, csak itt fog szolgáltat teljesíteni, ki sem kell lépni a járásából, sem a megyéből, ez fontos kihangsúlyozni, és Isten igazából egy 4 x napos kiképzésen szeretnénk, hogy részt vegyem. Alája a szerződést, a szerződésért kap egy szerződéskötési díjat, díjat, ezt a 31.215 forintot, ezt megkapja rögtön, négy hónap múlva, hogy megvan a szerződése, majd egy év múlva, ö, azzal, hogy ő, ő rendelkezésre állt. És, ö, volt neki szerződése, ez pedig a mindenkor minimálbért egy összegbe meg fogja kapni. Tehát azt lehet mondani, hogy ezért még nem is kellett Isten igazából ezért az összegért semmit sem tenni. Majd amikor mi behívjuk a kiképzése, ott pedig rendes fizetést ö, fog kapni. A, ezért a négyszer, 5 napért ö, teljes ellátást fog kapni ruházatot, és ami nagyon fontos, és ezt is szeretném kihangsúlyozni, hogy a kiképzés is itt lesz a járásban, tehát nem kell neki a járását elhagyni a bajamendi lakosoknak, illetve a járásban lévő lakosoknak, állampolgároknak? Ez egy első, nem hangzik el rosszul. Milyen feltételeknek kell eleget tennie? Tehát fizikálisan, egyéb módon ki az, aki egyáltalán jelentkezhet erre a programra? Minden 18. életévét betöltött büntetlen eljövető magyar állampolgár, aki Magyarországon belentett állandó lakóhelye rendelkezik. Fizikai felvétel nincsen. Természetesen szeretnénk minél jobb fizum bumu személyeket megtalálni, de nincsen. Csak, mint mondtam, egy egészségügyi vizsgálat van, amit a háziorvos végezel, illetve a, a pszichológus itt helyben, vagy ö, nálunk bent a, já, a megye székhelyen, Pécset. Jelentkezni az tud bármelyik kormányablakban, kint vannak a regisztrációs lapok, illetve Pécset a Magyar Honvédség katonai és Érdekvédelmi odáján, a lakosok úgy ismerik, hogy a Pécsi Tobózi Iroda ott tud jelentkezni. A jelentkezésnek a felső korhatára pedig a nyug, mindenkor nyugdíjkorhatá. És még nagyon fontos azt kihangsúlyozni, hogy nem csak férfiak jelentkezését, hanem rátemet vagy magukba kalandott kereső hölgyek jelentkezését is, és, és, és váljuk. várjuk. Az, hogyha valakinek esetleg munkaviszonya van, az jelente valamit, vagy a kettő ütközik -e? Nem, nem ütközik a munkaviszonyal. Abban az esetben, hogyha nem állami cégnél dolgozik, Ugye a munkáltatónak egy munkáltatói kompenzációt fizetünk, illetve nagyon fontos megemlíteni, hogy a munkatörvénykönyvben benne van, hogy a munkáltatónak köteles elengedni a munkavállalóját fizetés szabadságra, de én úgy gondolom, hogy ez egy, megint csak egy jó lehetőség, hiszen a munkáltató megkapja a KSH által megállapított ágazati bérnek a ráás összegét, illetve a munkavállaló pedig megkapja a, a, fizetését. Úgyhogy eddig ez nagyon pozitív, és, és csak pozitív visszacsatolások vannak nekünk ezzel kapcsolatosan. Iskola mellett is, munka mellett is ez egy jó lehetőség. Első körben csak a, a, kiképzését szeretnénk, ez a 4 5 nap, nem egy folytában, nagyon-nagyon fontos ezt is kihangsúlyozni, tehát nem egyszer 20 nap lesz, hanem másfél havonta, két havonta itt helyben, a járásban egy-egy heteken szeretnénk, hogy részt vegyen a kiképzésen. Vannak-e tapasztalatok egyébként a jelentkezésre már máshonnan? Mennyire népszerű ez a forma? Most kezdtük el a tobozást gőzeővel. Vannak már természetesen jelentkezők. Azt lehet mondani, hogy nagyon széle, tehát a, a társa minden spektrumát lefedve, diákok, tanárok, fizikai dolgozók, egészségügybe dolgozók, mentőtisztek, tehát nem tudnék olyat mondani, hol, aki ne jelentkezett volna, és hát a, a Dr. Horváth Zoltán kormány úr pedig önkétes műveleti tartalékos ezredes lett. Első körben ő alá ünnepésen a szerződést említette a négyszer napos kiképzést. Ezen mit kell érteni? Tehát fizikálisan, mentálisan milyen terhelést kap itt az, aki jelentkezik? Nem szeretnénk túl a, a, jelentkezőket, hiszen önkéntes alapon vannak. Természetesen lesz egy nagyon kevés fizikai része is. Alapjába véve nagyon színes kiképzést szeretnénk adni, megismertetni a rendfokozattal, egy kis alakiassággal a jelentkezőket lövészet, lőkiképzés lesz. Ugye a lőtér program elindult, várhatóan a megyeszékhelyen fog felépülni a, a lőtér. Oda, ott egy, egy éles lövészetet mindenképpen szeretnénk. Ugye 4 nap, ez négy modul, ra van szétbontva, bárki becsatlakozhat bármelyik modulba. Ne adj Isten, hogyha ha nem tudja megcsinálni a második öt napot, akkor lehetőség, hogy bepótolja, vagy akár mellette lévő járásban is végre tudja hajtani az ő kiképzését. És amit szeretnék kihangsúlyozni, ugye Siklós már felmértük a lehetséges helyszíneket. A kiképzés az nem ott alvos. Tehát reggel bejegyezik, az úti költséget száz százalékban tiétjük, mint már mondtam, ott meleg ebédet fog kapni, ruházati ellátás is teljesen ingyen van. Tehát reggel elmegy, és délután pedig hazajön a családjához, és mindezt egy héten keresztül kell csak vállalnia akkor abban bízhatunk, hogy a beremendieknek is megmozgatja egy kicsit ezt a fantáziáját. Egyrészt az valóban egy kis kalandvágy is, meg hát nem mellékesen egy kis jövedelemhez is lehet így jutni. Így van, így van, Ö, nagyon jól látja. Ö, a kalandvágyon kívül azt mondanám, hogy egy kis jövedelem, ezért nem kell elhagyni a, a, a járást. Tehát diák nem a megyét mondom, hanem a járást. Ö, abszolút nem kell neki elhagyni, egyszer sem. Minden helybe van, és utána Isten igazából, hogyha olyan feladat van, akkor pedig az ő járásáért, tehát az ő lakókörnyezetéért tud tenni, hogyha valami baj van, és ezáltal többet tud tenni a saját, saját családtagjai, a saját lakókörnyezetéért.